Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Paralaxis jubileumi századik része, a mikrofonnál Barkóci Norbert, amely részben az eleve elrendelés, vagy a predestináció kérdéskörét fogjuk jobban körüljárni mai beszélgetőtársaimmal. Elsőként itt van velünk egyenesen a jövőből Pécsi Géza, szia Géza! Sziasztok! És itt van velünk Vince Miklós, aki bármilyen időhúrokból képes kiszabadulni. Szia Miki! <laughs> Sziasztok! Még mielőtt azonban belekezdenénk a beszélgetésbe, ne felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért, valamint EME Paralaxis Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig kérlek fizessetek elő a patreon.com per paralaxis oldalon keresztül. Na srácok, akkor Predestination, Időhurok, 2014-es Ethan Hawke által fémjelzett film, amúgy nekem, nekem egyik ilyen kedvenc színészem, én bírom, bírom a csávót, ebbe is jó volt, de esnek titeket kérdezlek, hogy hogy tetszett a film, most láttátok-e először, vagy, vagy láttátok, hát úristen, mindjárt lassan már 10 éves ez a film is, 9 éppen, szóval láttátok-e annó, vagy, vagy most láttátok először a filmet? Tudod, mint gondolkoztam? Valami teljesen más dolgom? Nem. Nem. Nem, hiszen Ethan Haw karakterével ellentétben mi nem tudunk gondolatokat olvasni. Hát igen. Erről is csak saját magától tud igazából. Ja. Konkrétan azon gondolkoztam, hogy az időhurok, ez a loopernek jobban állt volna címnek. Mármint, hogy ma magyar címre beszélünk most, vagy, vagy már az igen, eredeti? Igen, uh -huh. magyar címnek. Tehát ez a predestináció, szerintem az eleve elrendezés, az egy nagyon jó elrendelés, ez egy sokkal jobb cím lett volna ennek a filmnek. De én nem úgy most lettem először. És igen, úgy kellett volna, hogy eleve elrendelve. És akkor egyrészt ugye az áldoznánk az Esperente nyel eleve, eleve, elrendelve, e -e -e, és akkor ráadásul igen. Ja. én, én most ezen értem. gondolkoztam. Egyébként most láttam először a filmet, vegyes, vegyes érzelmek. Tehát néha úgy voltam, hogy mi történik, néha meg úgy voltam, hogy wow. Nagyon jó ötlet lett volna, csak ez így, nem, tudom, tehát kicsit mellé lett lőve ez a vége. De majd Miki megmondja, mert ő biztos tudja jobban. Hát a véleményemet, a saját véleményemet tudom jobban. Nekem nagyon tetszett a film, tehát hogy, hogy megint, főleg azután, hogy miután múltkor ugye izé, Akurafi Magaúra és Kuki a Cukicumi, illetve, hogy hívják még, Fászomonás, a <laughs> és hírom, egyéb. Hogy szóval, hogy, hogy ugye a ja, pontosan, úristen, most ezt nagyon durván ki kell vágni, jó? Tehát a hino, hino, hinobu, Hinoburo Sakaguchi, hino, hinob, Hinoburo? Ah, hinoburo. mindegy. Szóval, az bizony. Szóval ugye a Final Fantasy után egy, egy szerintem egy, egy igazi agyi felüdülés volt ez nekem, és Körüljön. nekem nagyon tetszett, mert mint az, hogy, hogy ugye megint az van, hogy ötezernyi ilyen science fiction, hát ha ez egyáltalán annak számít, de most ezt felőtt lépjünk át ilyen nagyvonalúan, de hogy, hogy ilyen, ilyen filmet látunk, amiben van ilyen időparadoxon, minden film máshogy oldja meg ezt, ez tök érdekes egyébként, ugye hogy ha vissza a jövőben, mert fel az, felrobban az univerzum, ha találkozó saját magaddal, itt bezzeg, kiderül a végén, spoiler alert, hogy egy egyetlen egy monodrámát néztél végig, tehát gyakorlatilag az összes szereplő ugyanaz az ember, nem nemtől, kortól, függetlenül, elképesztő, mindenki a saját <suk> nagynénje, meg á, el, szóval mindegy, szóval szerintem tök jó volt, mert ugye az ember már azt hiszi, hogy érti, jó van érti, és akkor a végén csavarnak rajta még egyet, aztán utána oda csak a homlokomra, hogy hú, persze. Szóval nekem nagyon tetszett, és ilyen értelemben még mindig a hatása alatt állok. Pedig nyilván vannak gyengeségei is, csak most jelen pillanatban, mivel még néhány órája néztem meg a filmet, annyira friss az élmény, hogy, hogy még ez a bizs bizsergés van bennem, még nem ült el. De érdekes. Láttátok-e a Dark című sorozatot? Én nem. Ez a, ez a német hasonló ez a német. időutazós. És, én, és hát, én, én, egy én azt gondoltam, én azt gondoltam, hogy a, amikor megnéztem a Dark színű sorozatot, hogy hát mondom, ez tisztelőt a németeknek olyan ötletük volt, ami másnak még nem. Sajnálattal tapasztaltam egyébként ezután a film után, hogy sajnos nem. Tehát a németek valószínűleg hm. lopták az ötletet ebből a filmből, mert a Dark az egy későbbi sorozat, és konkrétan majd hogy nem jó, nincsen benne egy ovotestikuláris hermafrolita, de attól függetlenül kb. tök hasonló a történet. És még ezzel is ugye, hogy mondja, hogy maximum azt hiszem 56 vagy 58 évet lehet plusz-minusz lépkedni. 53, igen, igen, azt akar ezt akarod. 53, kísérteties kísért a hasonlóság akkor most elmondom nektek, meg mindenkinek, aki hallgat minket, tehát a Dark az arról szól, hogy van Németországban egy atomreaktor, mert mi más, ugye Németországban be kell zárni az atomreaktorokat, ezért hozzunk létre egy sorozatot, amivel majd mindenki megutálja az atomreaktorokat, az kiderül, hogy az egy olyan misztikus barlang fölé épült, amiben van egy misztikus folyosó, amiben, hogyha bemegy az ember, akkor vagy pozitív irányba, vagy negatív irányba 50x évvel tudja tolni a időt ott is hát kiderül, hogy van egy kis srác, meg egy nagyobb srác, meg egy még nagyobb, öregebb, és ez ugyanaz az ember. És akkor végül a saját anyjával kell, hogy találkozzon, hogy ez legyen, az legyen, az legyen, blablabla. Bla. Nem fogom elmondani az egészet. Nagyon-nagyon kísérlet is hasonlít. Hogy térjek át arra, hogy ami nekem iszonyatosan tetszett ebben a Predestination nevű filmben, az az, ugye én múltkor még a, még a Loopernél mondtam, hogy mennyire gáz, hogy úgy utaznak, hogy a környezet, ezt az időutazást, ezt így nem, te nem látszik a környezeten, mivel látszódnia kell, mert ott anyag lesz az, azon a helyen, ahol nincs anyag. Jézus Mária, itt van Ádám. Meg egy macska. Jézus Krisztus. Ez, ez, ez pont olyan volt, mint a Looper, vagy ez a az, az, az Predestination. Mondom tovább, hogy csak most vicces, hogy egy macskát kell nézni. Amikor ebben a filmben, tehát a Predestinationben utaznak időt, akkor az iszonyatosan jól be van mutatva, hogy egyfajta lokális robban, tehát valami explózió lesz. Tehát, hogyha például autóból utazik, akkor látni, hogy kitörik az ablak, tehát, hogy egy, egy helyi vákum lesz, tehát valahonnan levegőnek kell oda menni, ezért betörik az ablak például az autóba. Vagy küld, tehát, hogy ez, ezt nagyon jól bemutatja, ez szerintem iszonyatosan akkurátus, és az is, hogy az embert ez megviseli, hogyha figyeltetek, tehát hogy aki először idő utazik, az is fontos, hogy mennyit megy, de hogy utána, mit tudom én, fölléphet hány inger, meg mit tudom én mi, szerintem ez nagyon jobban van mutatva. Azért te se magadban a véleményed. Nekem a film az eleje, az nagyon fura volt, hogyha emlékeztek a film, hát gyakorlatilag első fele, az, az hát kis túlzással egy helyszínen ugyanebben a kis kocsmába játszódik, és ott beszélgetnek. Olyan érzésem volt, mint nem tudom, így a költségvetést így nagyon megvágták volna, és akkor spóroltak a film második felére, ahol azért már volt több helyszín. Azért nem mondanám, hogy ilyen nagyon nagy költségvetésű látványfilmnek. Hát ugye eleve ausztrál film, azt tegyük hozzá, hogy ez egy ausztrál film. Tehát De ennek. ahhoz kép is, igen. igen, a filmnek az első fele tényleg azt hittem, hogy az egész ebbe a kocsmába fog játszódni, de a végére, igen, ahogy Miki, te is mondtad, hogy az ember már sejteget valamit, és akkor a végén, vagy a film második felében így jönnek a, a csavarok, hogy ja, még ez is, ja, még ő is, ja, még ő is az. És akkor így, wow, szóval eléggé maximumra tekerik ezt a, ezt az időparadoxon potmétert, hogy úgy mondjam. Ugye a filmnek, hát ugye nyilván a címe is ez: hogy, hogy Predestináció, eleve, elrendel, eleve elrendelés, és hát akkor az én olvasatomban igazából az a film amellett teszi le a voksát, hogy, hogy taba tagadja gyakorlatilag a szabad akaratot. Mindegy, ugye mit csinál, mert főszereplőnk ugyanazokat a köröket futja az összes, összes életében, és ilyen szempontból, hát tehát én inkább. Fi, finek mondanám itt a, itt a spektrumon, tehát inkább inkább fiction, mint, mint sem science. Próbáltam a felkészülés során megfogni a, úgymond a tudományos részét a, a filmnek, de azért annyira sok nincs benne, de ez nem feltétlenül ö, hibája a filmnek szerintem. Szerintem, mit, mit gondoltok? Nem, nem, egyáltalán nem hibája, azért mondom, hogy nem úgy, úgy, nyilván vannak olyan részkérdései, amiken lehet golyózni, csak nyilván az nem a fővonal. De a fővonal ez az időutazás és információs paradoxonok, ugye erről persze lehet beszélgetni sokat, és ugye volt, volt már erre példa, mert azért minden harmadik időutazós, minden, minden második, minden időutazós science fictionben valamilyen formában előjönnek ilyen időparadoxonok. De most, oké, okay, hát az az egyik része, ahol lehet science-t bevinni a dologba. Másik, ugye van ennek egy teljesen irreleváns mellékszállat, de az elején nem tudod, hogy mellékszáll-e. Az az, hogy, hogy ugye a, hát a, az űrkorszak hajnalán járunk, ugye a 60-as években, és akkor nem is a NASA, hanem valami Space Corps nevű úgymond, cég azért toboroz lányokat az Egyesült Államokban, ahol akkor még nem léteznek űrhajós nők ugye, ilyen érdekes történelmi okok miatt, hogy hát úgymond nagyon edzett és okos és mindent kibíró, de hát elsősorban mégiscsak szexuális segédeszközökként utazzanak az emberekkel, mert hogy a férfi astronauták azok nyilván nem bírják ki uh, valahogy a kozmoszban a hónapokig tartó utazást, és ezért toboroznak lányokat. Aztán persze kiderül, ha jól értem, hogy ez teljes egészében csak egy fedő sztori, Egyébként, de akkor, amikor ehhez a részhez értünk, akkor ugye elkezdtem azon kattogni, hogy ah, oké, oké, most akkor majd abból kell erre, a erre az adásra, majd abból kell fölkészülnöm, mert hogy amúgy igen, arra nem válaszoltam, hogy én most láttam először ezt a filmet, gondolom ezt kitalálhatátok a korábbi kommentemből, szóval, hogy hogy gondoltam, hogy na majd akkor itt most ez lesz, ez lesz, a téma, hogy szex az űrben, meg hogy izé, mi lesz az űrhajósokkal, meg hát hogyan tudnak könnyíteni magukon, vagy mit Eleve abszurd egyébként, hogy ez egy olyan világban játszódik, ahol már a 60-as években is olyan virtuális valóság technika van, hogy ezeket a leginkább, leginkább a fodrász Fo a női fodrászokban látható ilyen szálló. Dajárólgép. Izé... Igen, dajárológép szerű cucokba beteszik a lányok a fejüket, és akkor ott olyan virtuális valóságot látnak, ami a 2014-es CGI szintje, tehát akkor az, és akkor úgy felmerül bennem, hogy oké, hát hogyha ebben a szuper titkos kormányhivatalban már 1964-ben ilyet tudtak csinálni, akkor igazából most tulajdonképpen miért mi, 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 mi kell egyébként valódi űrhajós a fedélzetre, hogyha ilyen 3D-s virtuális valóságban miért nem lehet mondjuk konkrétan akár szexet megcsinálni. Tehát az kb. egy holodek konkrétan szinte egy, -egy személyes kis izé, virtuális valóság, tudsz? Tehát ha már ilyet tudnak, akkor eleve milyen baromság, hogy űrhajós nőket kell felküldeni. Eleve, eleve rettenetes az egész koncepciós. Gondolj bele, hogy valakit azért válogatnak ki, hogy tehát ez... <laughs> Jaj, szóval ez... De szerencsére megúszszák azért, hogy nem mennek le full meg mert kiderül, hogy igazából nem is arra kellenek ezek a nők. Hanem, hanem ugye toboroznak ehhez a ugye időutazó, mindent rendbe rakó hivatalhoz. És hát ugye az is egy érdekes dolog egyébként, hogy az időgépnek ilyen megjelenítését meg nem nagyon láttuk, nem. Na, e erről ugye? akartam beszélni. Na, jó. Tehát ez a hegedű tok, ez egy, ez egy érdekes dolog, és valamit mond, mond is ott, hogy, hogy ez micsoda. Hogy ez valami ilyen nukleáris, mit tud Égen, micsoda, Igen, igen, igen idő hullámokat. Hogy teljesen feltöltve 53 évet tud oda-visszavinni, és mindig ilyen aranyosan kipörgeti a zárjába, hogy. Amin azonban néha ilyen, betűk vannak, néha perce ilyen feliratok vannak, hogy el Meg vol. a diagnosztikai kódokat igen, is, is szépen. Igen, igen, tehát azért az, az, az hány, hány állású tárcsa lehet, az is érdekes. ez ez az 53 éven gondolkoztatok, vagy egy ez, ez honnan, vagy van valami szimbolika a filmben? Én ezt nem, én ezt nem tudtam erre rájönni. Miért? Miért ez csak így ha sötés? Nagyon jó kérdés. Ezzel nem gondolkoztam egyébként. Ugye a leg, legkorábbra, amikor konkrétan visszamennek, az 1945 Értem, hogy elvileg lehetne valamivel régebbre is visszajönni, de ha jól emlékszem, ugye ebben a konkrét sztoriban az amúgy elég szimbolikusnak tekinthető 1945 a leg legkorábbi év, amiben visszautaznak, igaz? Tehát a, ami, ugye, hát ez mégis csak a második világháború vége, de, de nyilván ennek, ehhez nincs köze a limitnek, ugye az az állítás talán, hogy mikor is találják fel ezt az időgépet? Tehát 82-ben, vagy 81-ben, ha jól emlékszem. Ez azt hangzik el, hogy 1981-ben találják föl ezt a cuccot, és akkor annak a 53 év sugaru környezetében lehet utazgatni. Valami ilyesmi, igen. Nem, nem, tudom. nem tudom, én arra tudok gondolni, nem tudom, ezt figyeltétek, hogy ugye az egész ilyen robbantás köré összpontosan, azt hiszem, 73 ban New Yorkban volt valami iszonyat nagy robbantás, amivel 75 márciusában. Ember, vagy 75 bos. Igen. És uh, én azt gondolom, hogy mi van, hogy ez az 53 év, hogy akkor 53 éves volt tulajdonképpen ez az emberke, aki nőnek született, aztán férfi lett, és végül is ő a robbantó. Igen, hogy de végül... az az ember 45-ben született, azért mondom, hogy itt nem, nem annyira jön nem ki jó, a matek, jó. mert én így emlékszem, hogy elhangzik a filmben, hogy 1981 az, az origó. Tehát ez az alappont, amihez képest előre meg hátra ebben a korlátozott tartományban lehet utazgatni. Érdekes Jó, de egyébként, ez de, de ezt nem tudod pontosan, hogy annyit, hogy, ezt annyi, tehát, hogy 73 évesen annyi idős volt az ember, amennyi 45-től lett. Mert ugye van az a rész a végén, amikor a mosodából lelövi a az öregebb emberkét. Jó, ez persze, jó, ezt igen, igazad van. Tehát... És akkor lelövi őt, de, de, lehet, hogy az van benne, hogy mivel lelövi őt, ő válik a robbantóvá, tehát akkor meg már nem annyi idős. Igen, de itt mi, ez... mivel minden ember ugyanaz a filmben, ugye ezért aztán összükön szóval, még, ezt szétbogozzuk ezt az izé, időhurkokkal idő hurkokkal teli kis szövevény, tehát az ugye az a beletelik majd itt a féladás időt, tehát én ezzel próbáltam, az az ember próbáltam rajzolgatni az az a... ilyen idővonalakat, de belezavarodtam. Tehát próbáltam egy olyat elképzelni, hogy most rakjuk sorba úgy a jeleneteket, hogy onnantól kezdve, hogy megszületik ez a baba, ami persze nem lehet, de van hogy valahol el kell de ez kezdeni. a baba a jövőbe születik meg 45-höz képest. Hát, ez csak visszaviszi saját maga 45-be. Tehát 45-ben Tületik. Ja, igen, igen, így van, így van. De hát ugye pont ez az, hogy valahol el kell kezdeni, és elméletileg akkor vagy időhurokban, hogyha bárhol kezded el a történetmesélést, mindig jó, nincs benne ugrás, ugye? Tehát egy, folyton, egy folytonos kör, valami módon logikailag, és akkor mondjuk ennek megfelelően természetesen, mivel hurokról beszélünk, ezért igazából bárhol elkezdheted elképzelni a sztorit. Tehát azért mondom, hogy teljesen önkényes alapon én azt választottam ki, hogy a legkorábbi időpontot, ami a filmben szerepel, ami szerintem az 1945, amikorra valóban visszaviszik ezt a babát. És leadják a árvázba, így van. És leadják az árvázban, és akkor annak a babának a szemszögéből próbáljuk meg végigélni az egész történetet, és akkor képzeletben elkezdtem úgy sorba rakni a jeleneteket. És, és igen, és aztán utána belezavarodtam. <laughs> <laughs> de, de, érted, de hogyha úgy akarod élni, akkor ugyanoda kerülsz, hogy John leszel, és bemész abba a, abba a kocsmába, ahol elmeséled az életedet, és konkrétan te leszel az az ügynök. Tehát nem érsz a végére magyarul. És a végén így is, is te robbantasz. Mindent te csinálsz ebben a filmben. Ugye ez a nehézség, és ezért elképzelhetetlen a dolog, mert itt ugye ugyanazon az idősíkon, tehát az emberek önkölcsön hatásba kerülnek. Az olyan, mint mintha mondjuk az párhuzamos idővonalon haladó dolgok Egymással kapcsolatba lépnének, és ráadásul új szálakat hoznának létre. Ilyen azért elég ritka. Tehát most mondtad ezt a német sorozatot, de ezt leszámítva, tudtok ilyet? Ilyen science fiction. Mert ugye két dolog szokott történni. Az egyik az az, ami a, vissza a jövőbe típusú dolog, ami az, hogy, izé, hogy semmiképp se avatkozunk be, mert különben izé, de hogyha beavatkozunk, akkor a jövőt is megváltoztatjuk. Tehát akkor a jövőből visszahozott képeslapon eltűnik a sírkörről a felirat, mert mégse hal meg az XY. Ugye? Tehát úgy tűnik, hogy, hogy nincsen predestináció abban a fajta jövőkében, amit azok a visszajövőbe típusú science fictionok bemutatnak, hiszen ott ugye a jövő is képlékeny, és, és, a múlt is képlékeny ilyen módon. De itt meg ugye az van, hogy ez már ilyen interstellárosabb egy kicsit, hogy, hogy, hogy azért kiderül, hogy mégis minden össze körbezáródik, csak még, még, inkább, mert hát itt ugye valaki saját magának nemzett gyereket, aki ugyan... Na, erre hát mindjárt rátérek, a... de hogy azért, azért mondják, hogy a visszajövőbe filmhez hasonlít, mert ott is az van, ugye, hogy az saját anyja beleszeret ugye, vagy hát pozitív érzelmeket táplál a fia iránt, a későbbi fia iránt, és hogy ugye ott is kb. De ott nem lépik meg azért ezt. nem lépik meg, de azért ott ez a film átlépi azt, ami, sőt, ez is átlépi. És amit mondasz, hogy magaddal, az egy dolog, hogy magaddal találkozol, tehát hogy az ember magával talál, John magával találkozik a filmben, viszont hogy még meg is... az is érdekes, hogy konkrétan saját maga termékenyíti meg saját magát. Teszi lehetővé, igen. de várját, saját maga teszi lehetővé, hogy találkozzon saját magával. Igen, és meg megszületik háromszorosan saját maga. Saját maga. Na de, hogy erre térjünk rá, tehát nem véletlenül mondtam ezt az ovotesztikuláris hermofroditát, mert ugye ez engem nagyon megfogott, amikor ugye ott van a csajszika, és akkor, hogy, hogy, hát akkor már John, és akkor mondja ott bent a kocsmában, hogy akkor szeretne elmondani egy történetet, amit biztos nem hallott John, aki ugyanúgy önmaga. Elkezdi mondani, hogy hát blablabla, bla, bla, bla megy a történet, és hogy ő neki, hát ő terhes lett. És akkor, amikor megszűri a gyermekét, akkor oda az orvos, és ezt mondja neki, hogy őt kivizsgálták-e már, mert hogy magának mindkettő nemnek a nemi szervei rendelkezésre állnak. És nekem ekkor így oké, okay, tehát ez van. Azért mondom, hogy jó, a testikuláris hermafrodita, mert ez az, akinek vannak heréi is, és van petefészke is, és van pénisze is, és van ö, mindene. Ilyen van. Viszont... Igen. Viszont Igen. én ennek utána olvastam most, és hogy nekem az volt a fura az egész, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha erre valami nagyon okos orvos kommentelő írna, mert erre nem találtam semmit, meg nekem is nővérem orvos, és kérdezgettem, de, hogy ezek az, ezek az emberek nagy részt, vagy tehát, hogy ezek a magzatok, amik Hermosroditának nemzenének, ezek el, ezek vetélés áldozatai lesznek, tehát ezek nem is születnek meg egyrészt, aki pedig megszületik, ennek is több része van, mert van ugye a Turner szindróma, meg amit tudom én, milyen szindróma, akinek tényleg van mind a két fajta, az alapvetően nem képes, tehát alapvetően mindenképp hormonkezelése szorul ahhoz, hogy bármelyik nemhez tudjon rendesen tartozni. Tehát, hogy az fals ebben a filmben, hogy ez a csajszí teherbe tudott esni, és ki tudta hordani a gyereket. Ez akkor lehetséges, hogyha azt szokták ezt mondani, hogy amikor ő már pubertáskorban van, és el tudja dönteni, hogy melyik nemhez szeretne tartozni, akkor olyan hormont kap, hogy ahhoz tudjon tartozni, és, és műtéti úton lehetővé teszik neki, hogy oda tartozzon. De ez a filmben, hogy te már megszültél egy gyereket, és akkor mondják, hogy na akkor igen, akkor mivel megszűrti egy gyereket, akkor most át kell alakítanunk férfivá, ez, ez így szerintem nem működik. Hát, ugye, igen, itt nyilván kellene orvosi szakképzettség, Én csak azt tenném hozzá, hogy ugye ez egy annyira spéci sztori, hogy itt aztán el, előfordulhat hát egy olyan eset, és ami először van az orvos tudomány történetében, mert hát ugye, <laughs> de, de, de... ezért lenne jó, hogyha valaki ezt beírna, hogy ja, persze, tehát ez így működik. ja, igen, az, Mert az utána az ugye ezt mondja a John, így. hogy pont most jött a papír, hogy egyébként most már teljesen, ugye first time mail, tehát hogy már egy ivarérett férfi vagyok. Igen, érdekel. És ugye ezért tudja meg saját magát nem Igen, nemzeni. igen, igen így van. És ez... egyébként meg ugye erről tanulunk is, hogy azért nem véletlenül nem... nem Ösztökélnek senkit arra, hogy a közeli rokonnai van házas, hogy meg gyereket. Jó, hát igen. Összehozzon, mert ugye ebből igen. betélések, meg nagyon-nagyon súlyos fogyatékosságok lesznek. Na szerintem az, hogyha egy egy ember ugye saját magával ugyanezt megtenné, na az szerintem száz hogy az, betérés az lenne. az állatvilág nagy részében, nem, 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 nem nagy, az egy nem elhanyagolható részében létezik a szűznemzés jelensége, amúgy olyan állatok esetében is, amelyek amúgy, amúgy szexuálisan szaporodó állatok, tehát létezik belőle ki nösten, de például olyan helyzetben, szárazföldi kétértőeknél is van ilyen, meg halaknál is, és lehet, hogy még sokkal fejlettebb lett, nem, nem tudom hüllőknél uh, hű, is előfordulhat. De a Jurassic Parkban is volt hasonló. De szóval. igen, de most a Jurassic Parkban ott ugye arról volt szó, ugye, ugye, nemet hogy váltottak. nemet váltottak. Ugye én meg most azt akarom mondani, hogy létezik olyan megoldás, amikor egyáltalán, amikor hímek, hímek hiányában mondjuk a populáció elkezd szűznemzéssel szaporodni, amiből természetesen az, az következik, hogy csak lányok születhetnek, nyilván. Mert hát ugye a szűznemzés az azt jelenti, hogy egy igen identikus genetikai másolatot készít, ez, készít magáról az állat. Na most ha identikus genetikai másolatot készít magáról az állat, akkor én szerintem ott nem merülnek fel ugyanazok a problémák, amik miatt mondjuk a közeli családtagoknál felmerül a, vér, a vérfertőzésből fakadó, hogy hívják, ilyen rossz egészségügyi következmények, beltenyésztéssel kapcsolatos problémák, mert ugye ott arról van szó, hogyha olyan allélok találkoznak, amik, amik úgy, úgy öröklődnek, hogy, hogy mondjuk recesszív, á, minden most adjuk, hagy, adjuk, el ebbe az irányba. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy, szerintem azért alapvetően egy más sztori az, hogy két nagyon közeli génállomány rendelkező, de különböző ember DNS-re kombinálódik, és megint egy másik sztori, amikor tudod, hogy tökéletesen ugyanaz történik. Az utóbbi az gyakorlatilag kolónozás, és szerintem ott nem feltétlenül kell, hogy fölmerüljön az, amit mondasz. Szerintem. Tehát, hogy igen. Igen, csak, a, csak hogy ez a szűznemzés, ez... Az emberre nem jellemző, ugye? <laughs> Na, igen, tehát hogy se ember, meg azért az őzikékbe Jó, se hát látni hát, ilyet, persze, meg a főemlősökbe se. Na, de nem ezt mondom, csak hogy, Még hogy is szerintem ez... ez... lesz ez. Ja, igen. Na mindegy, nem tudom, ezt, ezt megnézném, hogy mondjuk erre vannak-e kutatások, vagy valami, hogyha, egy, hogyha tényleg kettő tök tükörgénállomány mm. találkozik, akkor mi lesz? Mert szerintem a szűznemzésnél ott, tehát szerintem ott, ott, ott azért nincsen az, mert ott nem történik konkrétan egy... Nem történik rekombináció, így van. De hát így is, hogyha két tök ugyanolyan DNS szállat rekombinálsz, érted, a két tök ugyanolyan DNS-t rekombinálsz, akkor abból csak tök ugyanolyan DNS keletkezhet, ugye? Csak nyilván ez az ember esetében szexuális úton nem történhet meg. De volt egyébként olyan könyv, ami talán, talán még régi könyv az Univerzum könyvtárban jelent meg, talán a Testünk titkai című, könyv, még a 70-es években talán, amiben olvastam egy ilyen sztorit, hogy, hogy a 60-as, 50-es, 60-as években, amikor még persze nem létezett a, az a géntechnológia, ami napjainkban, hogy most bár, bárki rendelhet egy génszekvenálást most már Kínából tök olcsón, akkor elterjedt egy hír egy amerikai nőről és a lányáról, hogy a szűznemzéssel született a lány. Tehát, hogy azt mondja, hogy annyira hasonlított egymásra az anyuka, meg a lánya, meg hogy elméletileg, hát ugye elhasználított, hogy nem volt, nem volt férfi a dologban. És akkor ez egy annak idején ment egy kört a sajtóban, hogy, hogy bizony bizony itt történt egy ilyen szűznemzés. Ami, hát most már nyilvánvaló, hogy hogy nem, nem erről volt szó, de érdekes, hogy azt annak idején a korabeli tudósok is vizsgálgatták, és ugye az akkori technikákkal ugye nem tudták kizárni, hát ma már leszekvennelnek a DNS, tehát akkor még nem tudták, hogy létezik olyan, hogy DNS. Tehát, hogy itt kávé arról van szó, hogy lehet, hogy akkor nem is az 50-es években volt, hanem még régebben, amikor ez a sztori volt. Sajnos nem tudok adatot, de volt ilyen az emberiség történelmében többször, hogy fölmerült a kérdés. Hát és hát ugye, hogyha már karácsony lesz most, akkor azt se elhanyagolható, hogy Jézus is. Igen, de ő egy fiú. Tehát ugye ott az az érdekes, hogy, hogy az Y kromoszómája a fiúnak az ilyen módon, tehát ott azért lehet isteni csodára gyanakodni, vagy valami nem, tehát nyilván nem lehet azt mondani, hogy hát nagyon ritkán az embernél is előfordul a szűznemzés, és lehet, hogy Jézus egy ilyen volt, de hát azért vegyük észre, hogy Jézus nem volt nő. Tehát, hogy Jézus es, esetében ez a úgymond biológiai magyarázata a, a szeplőtelen fogantatásnak az ilyen módon szerintem kizárható. Ha csak nem, azt is hozzáteszed az elmélethez, ami aztán a végképp blaszfémia, hogy hogy ilyen, ilyen rend rendellenességgel volt a szűzmárjának is, de természetesen nincs ilyesmiről szó. Úgyhogy... Visszakanyarodva a filmre, um, én megpróbáltam igazából uh, összerakni uh, lépésről lépésre. Ugye itt már beszéltük többször azt, hogy gyakorlatilag mindenkit itt játszik. Uh, ez így teljesen nem igaz, mert ugye van egy, van egy női főszereplőnk is, de ugye kiindulásképp, ugye van, van, nekünk a babánk. Aztán van a Jane, amikor felcsöperedik, van nekünk John, van nekünk a bombásunk, és ugye a sztoriban, tehát gyakorlatilag John visszamegy, és saját magát, Jane-t megtermékenyíti, aztán a még idősebb változata ellopja a babát, a megszületés után is visszamegy. De, köz, is köz, negyedben... de közben megtörtént vele az, -az, a, az a harc, amivel kezdődik a film, amikor leégett az arca, és ezért átalakítják, és ezért máshogy néz ki. A, egy új arca. Igen, a bombás. Pontosan a bombás elleni küzdelemben egy, egy balesetben megég az arca. az is egy elleni küzdelem. Így van. On, ott onnantól fog kinézni Ethan hawke a főszereplőnk, és utána erre is van egy félmondat talán, hogy a sok, sok időutazás az nem tesz jót, és hát láthatjuk, hogy mi lesz a vége, hogy beleőrül egy és hát ő, 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 lesz a bombás, és hát nyilván ilyen, ilyen klasszikus csavar, hogy önmagát üldözi, és, és az egész... Na uh, és várjatok már, bocs, bocs beleszólok, lő. hogy az a cigis, a cigis emberke, a fekete öltön, és az is ő saját maga? Mm. Robinson, a Robinson karaktere, igaz? No, ez ne, én végig ez foszoszkált a fejemben, de nem. Szerintetek igen? Mert szerintem az nem, ő, ez nem, nem saját. Maga. Nagyon jó, hogy Nekem van rá egy elméletem, nekem van elméletem. Szerintem nem ő, ő csak igazából a háttérből manipulálja a szálakat, is, és, és kihasználja ezt, ezt a szegény embert ő, ő maga, ez a cég, ugye, mert arra se tudunk meg túl sok mindent, minimális infót, és szerintem azt nem tudom, hogy hogy fedezték fel Itönhognak ezt, ezt a dolgát, de szerintem az egész arról valahogy úgy van, hogy a mi univerzumunkban, a mi idővonalunk az úgy megy normálisan, és akkor ő kintről valahogy ide becsöppent egy ilyen lúbba, egy ilyen időhurokba, és ők tök független tőlünk, ő csak így pörgeti, pörgeti ezt a dolgot itt magának, és a cég ez alapján nem tudom tudott létrejönni, tudott fejlődni, ezt kiasználják, ezt a szegény embert, aki itt ide be van ragadva, de tök olyan, mintha egy teljesen egy másik entitás lenne valahonnan, ez a Robinson meg gonosz módon kiasználja a saját céljaira. Nem tudom, szerintem ez, ez egy kicsit ilyen x aktákos vonal, mert ott van mindig ez a, ez a cigarettás ember, ezt is mondják, hogy ez a ez a cigarettás ember, ez, ez onnan jön. Na mindegy, nem tudom, nekem furcsa, mert ugye van egy ilyen mondata ennek az emberkének, hogy te kell lesz nekünk, mert hogy te nem jössz se honnan és hogy csak hogy nekem ez furcsa, tehát mi, mi, mi volt az a pont? Valószínűleg, de nem tudom. Tehát hogyha, hogyha az lett volna az a pont, hogy 1945-ben, amikor lerakja őt az árványzat, de nem lehetett az a pont, mert saját maga rakta le őt. És erre nem, nem, nagyon kapunk választ, úgy mondta. Igen, ez, ezért érzem úgy, hogy ő valahogy így le be bebalesetezett ebbe a mi univerzumunkba, a mi idővonunkra, és amúgy nem is ide tartozom, ami tök más dolog, de, de szegény itt, itt végtelen köröket ír le. Na, Miki, mit gondolsz? Ki az a Robinson? Nem tudom, tehát nem tudom. Nekem mondom, végig azt hittem, hogy az fog kiderülni, hogy az ő. Hát még fizimiskára is hasonlott nekem, ugye, aki izé, proszopagnóziában szenvedek, tehát nem tudok arcokat megkörönböztetni. Tehát ugye láttam, hogy van bajszocskája, meg minden. Tehát gondoltam, hogy kiderül, hogy esetleg ez is ő lesz. De nem, nem derült ki, úgyhogy ez... Ugye érdekes ez a Robinson, hogy az egyetlen, akinek van rendes neve ebben a történetben. Tehát, hogyha megnézitek a káztot is a végén, hogy hogy vannak kírva a szereplők, akkor ilyenek, hogy barkeeper, meg, meg, izé, meg ugye az írói állnevén, a, a, izé, a, a, hogy, hogy hívják, a, a az un, unmarried mother, tehát a la, leányanya, vagy hogy hívják. Ja, igen. Ö, szóval, hogy ez a... Tehát ily, í, így vannak írva. <laughs> És egyébként, amikor olvasol a filmről, akkor sem szerepelnek amúgy nevek, tehát, hogy például azt a karaktert, aki az alap Ethan Hawke karakter, az The Agent, vagyis az ügynök, ügy, ügynök néven szerepel, de viszont, viszont ennek a Robinsonnak van neve. Tehát ez például érdekes dolog, hogy én értem, hogy én az egyetlen, akinek van egy tisztességes neve. Szerintem ez is csak aztán azt támasztja alá, hogy, hogy ő egy ilyen kiviláló entitás, igen, a igen, én is ezt mondani. Ő... Szóval csak ez itt abszolút, ragadt. Abszolút. Abszolút így van. A másik meg az, hogy hogy tényleg ugye, amire nem kapunk természetesen választ, hogy és ez ilyen istenkezűség, hogy honnan van az információ. Ugye mindig az van, hogy oké, ha valaki saját magát hozza létre, meg utazgat előre-hátra az időben, és az hát, akkor az őkénállomány az honnan valamire. jön. <laughs> na, na, na. Ugye van benne ez a mondat is, hogyha valakit meg kéne ölnöd, és elé tudnám hozni azt az embert, akkor megtennéd? És tulajdonképpen szerintem, mivel ugye az ember ő, ő, ő már régóta csinálja ezeket a lúpokat, szerintem ő ezt úgy akarja meg, megakadályozni, hogy a John-t rá akarja egyszer venni, hogy ne bereszeressen saját magába, hanem ölje meg. Mert hogyha megölni a, a nőényét, Jane-t, akkor ott megállna a lúp, és úgy tudna kiszabadulni belőle. Jó gondolat, de szerintem pont a film ez ellen foglal helyet, tehát hogy nem, nem, nem tudja bármit csinálhat, és igazából nem fog bármit mindig ugyanazt fogja csinálni, nem, nem tudja megváltoztatni. Igen, de, de ő próbálkozik szerintem. Nem tudom, én... Van benne valami, de én nem láttam én ezt a próbálkozást attól, attól, jó a predestináció gondolata eleve ebben a dologban, hogy, hogyha ez egy játék lenne, egy sok játszma, vagy akármi, akkor igazából mindenki szerintem minden ponton a lehető legjobban és leglogikusabban cselekszik. És a tragédia az abban rejlik, hogy maga a pálya van úgy megkonstruálva, vagy hát maga az alaphelyzet olyan, mint egy igazi jó kis görög tragédiában, hogy nem az van, hogy vannak benne izék, eleve gonoszok, meg jók, hanem ott is, ugye abba különbözik mondjuk a Shakespeare-i drámáktól mondjuk egy, egy jó kis szofoklész, hogy látod, hogy ott igazából mindenki a legjobb, a legjobb döntéseket hozza folyamatosan. Sőt, az egyetlen lehetséges döntést hozza meg, ami morálisan tartható, és mégis olyan alaphelyzet van, hogy, hogy nem tud máshova elvezetni, mint egy végkifejlethez, ami általában ugye tragikus, és szerintem itt is erről van szó, hogy, és, és ez lehet, hogy a szabad akaratnak a kritikája ebben a filmben, hogy, hogy valójában, ha megnézitek, hogy kik milyen döntéseket hoznak meg végig, beleértve még ezt a csávót is, aki lehet, hogy megkattant, lehet, hogy nem, de ugye aki maga a fő terrorista, aki úgymond a fő gonosz lenne, úgymond a filmben, ha létezne benne ilyen, akiről persze szintén kiderül, hogy ugyan ő, ugye ő is mondja, hogy végül mennyi emberéletet ment meg azokkal a robbanásokkal, most ezt vagy elhiszük neki, vagy nem, de valójában mindenki a saját személyes nézőpontjából a legjobb döntéseket hozza meg. És, és, és emiatt emiatt van szerintem ez az egész. Tehát emiatt jó, emiatt működik jól a film. Én csak ennyit látok. És um, igen, jó, hogy behoztad igen, ezt, a, ezt a robbantósnak, a ö, sistergős, sistergős bombás, vagy hogy is? Robbantós? Emlegették a filmben, hogy Gyakorlatilag akkor a cél szentesíti az eszközt, mert hát ő ezen filozófia alapján működik, amikor már... Hát ugye ezt már az Oppenheimer-nél is előhoztuk. Igen, 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 de... Igen. Itt azért még közvetettebb a hatás, tehát hogy oké, okay, hogy durva uh, dolgokat, merényleteket csinál, azért, hogy még nagyobbak ne történjenek meg, még a, még a logikát, meg a, uh, a szándékot értem is mögötte, de hogy, hogy nem lehetne valahogy, tudod, még finomabban, szó, nem kell felrobbantani, nem tudom, egy busz csak reggel gézerre tudna mesélni, egy lyukasszuk ki a, a gumiát, a kerekét, és igen. akkor tehát egy picit ilyen lájtosabb módok megakadályozni, itt már megint akkor a szabad akarat bejön a képbe. Esetleg azt észrevettétek, ez csak egy apró ilyen kis ízszöreg húsvéti tojása. Az eseményeknél, amikor mutatják a, a robbantósnak a, a dolgait, egy hamburgi robbantásnak ott a Csernobili Igen, atomreaktor azt, azt volt bevágva. Nagyon hát jó a, a Crosby Shoes épület, ez a Csernobili atomreaktor, négyes Raktor. Így van, így van, az volt oda bevárjában. Be, ezt már nem tudom, hogy ez csak egy ilyen kis kikacsintás, vagy még talán ez is valami, valami utalás a filmben belül, ezt nem, ezt nem tudom. Most azt, amit közben most azon gondolkozom még, hogy, 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 hogy kerék kiszúrásával el lehetett volna érni ugyanezt a hatást. Ugye azt tanuljuk, hogy igen, a világ ilyen. Csak az a baj, hogy... Na itt be lehet hozni némi fizikát, hogy az a baj, ezekkel a dolgokkal, és ezt tanuljuk egyébként a, hát a pillangó effektusból, a kaotikus rendszerek elméletéről, ami úgy tűnik amúgy, hogy ellen, ellene mondtam hogy pont a determinizmusnak, de nem. Ugye a kaotikus rendszerek, vagy turbulens rendszerek is azok olyanok, hogyha egy picit bármely ponton megpiszkálod, akkor nagyban megváltozhat a hosszú távú kimenetel. Hát van is Butterfly Effect című film, film, filmek, ugye, amíg ezt bemutatják, elég horror a dolog, de, de ugye itt az az alapötlet, hogy ami ami, ami ugye már itt is tán sokszor elmondtam, ugye azt az angol, angol mondókát, ugye a szög miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas elveszett, a lovas miatt a csata elveszett, a csata miatt az ország elveszett, legközelebb vert be jobban a patkó szöget. Most ugye az van, hogy a történelem, a, a, a bonyolult rendszerek olyanok, hogy majdnem minden pontban ilyenek. Tehát nem, az, hogy, ez nem az, hogy, van néhány nagyon spéci pont. Nyilván van ilyen is. Nyilván. Van egy annyira kiélezett csata, mondjuk, ahol tényleg egy, egy szögbeverés eldöntheti a dolgokat, de általában azt tapasztaljuk, hogy, hogy rengeteg ilyen pont van a rendszerben a történet során, amiből csak oda akarok kiukadni, hogyha hogy valójában ilyet, ha hatalmunkban állna, sem tudnánk kontrollálni a jövőt, mert azzal, hogy valamit megakadályozol, tuti, hogy valami mást, létrehozol. Tehát ne, nem, nem tudsz olyat, hogy nem. Nem tudsz olyat, hogy nem, és hogy aztán most azt extrapolálni, hogy abból aztán mekkora nagy szóra ez kerekedik, hogy, hogy mondjuk oké, okay, hogy nem hogy a terroristának fel lelőtted a kocsiját, és akkor nem robbantotta fel a gyárat, de viszont a lelőtt kocsi miatt nem tudom, mit szó, nem ütötte el azt a kisgyereket, akiből később lett a következő Hitler, aki viszont felrobbantotta a félvilágot. Érted? Tehát, hogy ezt, tehát ne, nem, nem lehet ezt csinálni, ilyen értelemben kontrollálni, és szerintem a kontrollnak az ilyenfajta illúziója, az önállítás kell, hogy legyen. Tehát ez a, ez a fazon, valószínűleg igazatok van, hogy csak csak ürügyet, önállítást, igazolást keres, és nem tudja, hogy valójában ugyanezekkel a cselekedettel amúgy más helyeken mekkora bajokat hoz létre. Én azt hiszem, hogy, hogy érteni véleményt mondasz, mert ugye most hozok egy analógiát, de hogyha nem, nem, jó szerintetek, akkor nyugodtan mondjátok, hogy a történelembe is, ugye például igen, a hitleri visszamegyünk időbe, és akkor megöljük Hitlert, visszamegyünk, és nem megakadályozzuk a Ferenc Ferdinánd meg, megmerénylését, de hogy a, történelmi környezet és a, és a és a folyamatok, ezek, ezek kitermelték volna, megtörtént volna valahogy más, hogy Igen. ha nem Hitler, akkor egy másik karizmatikus vezető, hogyha nem is ott, de akkor valahogy más, hogy meggyilkolják. Tehát, hogy oké, okay, ezeket az egy-egy eseményeket ö, látja az ember, és hogy ezt megpróbálnám megakadályozni, de hogy, de hogy a virág tart egy irányba, és hogy azt így egy-egy eseménnyel nem lehet, nem lehet kimozdítani. Igazad van, tehát a történészek dolga azért működik, mert valójában azért van, hogy mondjuk lehet tudni, hogy hát idő kérdése volt, hogy a Balkán, mint puskaporos hordó, hogy lehet, hogy nem ott tört volna ki az első világháború, hanem valami tök más ürügyjel két évvel később. De, hát ugye tényleg a, a történészek, hogy a feltérképezik a folyamatokat, amik aztán tényleg valami random faktor kell az, hogy ténylegesen berobbanjon, de általában tényleg nem az van, hogy, hogy helyzetek vannak, viszont egyszerű tragikus események, is tehát hát igazad van szerintem, hogy történelmi folyamatok esetén abszolút megállja a helyét, amit mondasz, de, de elszigetelt események, mondjuk a 2000, ugye, szeptember 11 nem szállnak föl a gépek, máshol tartana a világ, hogyha, tehát hogy, hogy azért szerintem vannak olyan pontok, és sok ilyen pont van ez az állításom, csak nem tudjuk föltérképezni, ahol, ahol tényleg úgymond ilyen, ilyen battle-nek van, vagy ilyen, ilyen kis élére állított Ceruzó effektus. Hát nem tudom. Igen, csak például, hogyha belegondoltak, ugye a kubai rakétaválság is egy olyan volt, ahol azért nagyon közel volt a világ ahhoz, hogy most eszkalálódjon a helyzet, aztán mégsem. És hogyha meg belegondolunk, Igen. én sokat gondolkozok ezen, hogy ugye mondhatni, sokan mondják ezt, hogy hát hidegháborúnak vége lett, itt nem lett vége, tehát ez ugyanúgy megvan. Igen. kialakult egy két pólus, és ugye az események most is egyébként ugye történnek, és... Meg attól, hogy nem divat beszélni erről a reggeteg nukleáris fegyverről, attól még azok ott vannak. Hát ott vannak, igen. Ugye van az a csehovi puska elve, hogyha az utolsó előtti felvonásban felbukkan egy fegyver a színpadon, akkor az előbb-utóbb, ugye az utolsó felvonásban valószínűleg el fog sülni. Valójában tényleg így van. Mondom, annyira pessimista vagyok néha, hogy még akár természeti törvényként is el tudnám fogadni, hogy a civilizációk előbb-utóbb törvényszerűen kiirtják saját magukat. Ez egy megoldás ugye a Fermi paradoxon, hogy miért nincsen teleföldön kívülivel itt körülöttünk a világ. Lehet, hogy aki elég fejlett lett, az már rég kicsinálta magát. Kérdés az, hogy de hogy ez most, most történik meg, vagy 300 év múlva, az, az nekünk azért lokálisan nem mindegy. És jó, jó hogy mondod a kubai rakétaválságot, mert igen, ez egy a történelmi törvény, ha léteznek ilyenek a történelemben, mint a fizikában, hogy a törvény, hogy az előbb-utóbb meg kell történnie szinte egy valószínűséggel, csak az, hogy ténylegesen ez olyan, mint a, mint a felezési idő. Tehát, hogy meg tudod mondani, hogy valamennyi idő alatt mondjuk a, az atomok fele, radioaktív atomok fele lebomlik de hogy konkrétan melyik fog lebomlani mennyi idő alatt, azt, azt megjósolhatatlan. És azért, hogy a civilizációknak is van egy ilyen felezési ideje, hogy attól kezdve, hogy valamelyik civilizáció felfedez valami tömegpusztító fegyvert, amivel ki tudja magát írtani, akkor van egy felezési ideje, ami azt jelenti, hogy mondjuk a száz év, mit tudom én, és akkor azt jelenti, hogy a civilizációk fele száz év alatt Ez nem nem feltétlenül kell tömegpusztító fegyver, <laughs> mert ha megnézed az összes nagy civilizációnak volt egy virágkora, és utána leáldoztunk. de most oké, ja, ja, meg az indián kultúrának a nagy Iget részét a vírusok pusztították el, amit behoztak az európaiak, de például az ókori Rómát, azt meg pont, hogy az egyisten hitte eredése, meg a, meg a szét darabolódása, meg minden. Tehát, hogy nem, nem kell, nem feltétlenül kell ide szerintem tömegpusztító felé. Nem, én most konkrétan kihalás szintű eseményről gondolkozom, tehát amikor azt mondom, hogy civilizáció, igen. akkor én az emberi civilizációt, és nem egyik másik lokális civilizációt értettem rajta, de igen. igen. Hogyha meg mondjuk ez nagyon érdekes, egyszer már behoztam ezt a, ezt a dolgot, de arról még nem tudhatnak a hallgatók, tehát hogyha egy, egy olyan, mert ugye a jövőben járunk néha, itt a parallaxisban is, mert mi erre képesek vagyunk. hát te onnan jöttél, így konferált fel a Norbi. Tehát hogyha uh -huh. ha egy olyan ö, őserdőben élő törzsnek a helyében érzed magad, akiknek például nyelvében nincsen jövő idő, hanem jelen időt használnak csak, és ők mondjuk már generációk óta ott élnek az Amazon, amazoniai őserdőben, és nagyon-nagyon magasról tesznek rá, hogy hol van háború a világban, meg hogy ki találta fel a puskaport. Érted? Tehát, hogy rájuk ez nem hat? Ö, hogy azt hiszik, hogy nem hat, aztán értelen jön a tűz az égből. Szóval igen, de értelek, persze. Tehát, hogy szerintem azért vannak a Földön is ilyen helyek, ahol, ahol for, ugye Európa például egy ilyen dolog, ahol itt mindig for. for. Tehát itt te tudod, amikor Igen. begyújtasz a kondér alatt, és akkor valahol jönnek a buborékok, de ugye a szélébe, azért meg kell kevergetni néha, hogy oda is jusson. És meg kell fel lehet rajzolni mondjuk azt a térképet, hogy mit tudom én, bárminek az állandósága milyen időskálával mérhető, hogy mondjuk Budapesten mi az a házak átlagos életkora, vagy, vagy mit tudom én, mit tudom én, ki lehet, meg lehet csinálni, <laughs> ilyen, ilyen változókat lehet definiálni, ami, valahogy azt tudja mérni, hogy mennyire turbulens úgymond a történelem egy adott helyen, és nyilvánvaló, hogy itt ebben a közép-kelet-európai, tehát a, mondjuk úgy, hogy a német és az orosz nyelvterület közötti sávban, amit köztes Európának is lehet nevezni, hát itt ugye nagyon turbulens a dolog, tehát ha végignézzük a történelmet, nagyon kevés olyan időszak van, hogy mondjuk két generációra előre lehet tervezni bármit. Tehát meg tudjuk számolni, hogy most például máig csodával tekintünk vissza a, a kiegyezés és az első világháború között. Közti néhány évtizedre, amikor esetleg, amikor ténylegesen volt egy embernek egy kiszámítható életutat végigélni, tehát hogy megszületett, és úgy kb. Tényleg, ténylegesen az történt, amilyen életpályát úgy kitalálhatott magának, nagyobb meglepik nélkül. Na most ugye Európának vannak olyan részei, ahol ez természetes évszázadok óta. Tehát Svájcban, vagy akár Hollandiában, vagy ilyesmi, Sokkal hosszabbak ezek a korrelált időszakok, hogy úgy mondjam, mint nálunk. <laughs> <laughs> Úgyhogy úgy, igen, biztos, hogy az is, hogy. És akkor nyilván azokon a helyeken, ahol ilyen turbulens a, a történelem, azok nagyon érzékenyek. Azok a helyek, azok nyilván fokozottan érzékenyek a kicsi. Hát úgy mondom, hogy perturbációkra, amit mondjuk az okozhat, hogy éppen kiukasztod e az autógumiát, vagy vagy elütöd-e a gyerek Hitlert, vagy mit, tehát hogy igen, ezekre. Na de volt a filmnek szerintem egy pontja, ami, amit már az első nézés ö, során is furcsáltam, és szerintem aztán ez egy hiba, de majd mindjárt megmondjátok, hogy ti hogy, el, hogy látjátok. Hát amikor láttad a filmet? É, láttam én a Koranus 2014-ben, meg meg most kétszer biztos, hogy láttam, ha nem háromszor. Ö, tehát amikor a először visszautaznak az időbe együtt, itenhóka, meg már a férfi ényével, is találkozik, ugye? Az egyetemi kampuszon, Jane vele, és, és itt jön ez a kérdés, hogy hát hogy, -hogy nem emlékszik a, a, a szerelme arcára, később ő, 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 ő maga lesz az. És ott, ott talán azért annyira nem sok idő, mert nyilván a teljes storyba. A tannyira nem sok idő telik el a Fú, ez ez hormonkezelés után, és akkor ott, ott ugye furcsa, és mindig csak hátulról mutatják, nem mutatják az arcát a, a férfinak, akivel találkozik. Miért nem emlékszik? Tehát, hogy szerintem ott valahol, valahol egy ilyen, nem tudom, talán ez volt legkisebb rossz, amit így összehoztak, de szerintem ez, ez egy ilyen kis, kis hiba. Ez, tényleg amúgy, mert... Uh, Felismernéd a saját arcot csajban? De nem az, hanem hogy utána a csajból is, csajból a John lett, érted? De mondja is, mondja is, de van egy ilyen megjegyzése, hogy amúgy érdekes, hogy amikor, át, amikor átfiúsítják, akkor, és víz, próbál visszaemlékezni, akkor mondta, hogy meg is lepődtem, hogy mennyire hasonlítok rá. Tehát volt egy ilyen duma. Tehát valahol elhangzik egy ilyen mondat szerintem. Amit de, nem, de valószínűleg nem pont gondolom, ezért Nordic. írtak be tehát nem a, nem a csaj énnyére, hanem hogy utána ugye a, John, amikor utána a másik John, akinek már más az a orcája, beszélgetnek ja. a kosmába. akkor, tehát ő ugyanaz a John, aki, aki a gyereket akkor gyereket már nem úgy néz ki, mint a régi nagy szerelme. Igen. De szerintem ő tudja, hogy mi van. Hát akkor ő még nem. Biztos? Vagy csak akkor úgy csinál? Az egész. Hát jó, de én... Akkor lehet úgy érvelni, hogy a sok időutazás az tényleg a memóriáját, mert ennyire. Jó. És emiatt kell neki mindenhol ilyen mág... De tényleg hát ilyen üzeneteket kell hagyni a magának. Ugye mondták... volt. Mondták is, hogy vannak ilyen ilyen feature-ei itt az időugrásoknak, hogy megfogod a hegedűtokot és hopp! És akkor közben megy széjjel az agyad, tehát ezért nem is lehet büntetlenül csinálni. Nehéz. A jó kis hegedituk, ami, ami aztán nem, nem romlik el, amikor el kellene hogy romlania. Hát az is De véletlen? Nem. Vagy azt is akkor ennek az izének? Ő maga berheltem meg a saját tudtán kívül. Hát ez nagyon kemény. Na jó, srácok, a podcast... Azt is a Robertson csinálja. Robinson. még az is lehet a Századik adás van, nem mondd azt, hogy véget ér az a verzió, mert nincs ilyen. <laughs> a film, igen, a podcast filmről nem. kibeszélős része. De nem is beszélünk. Ne, nem, mi nem beszélünk. Nem, kibeszélés, nem beszél. Norbi. Ne, Arbi, hát itt nem beszélünk is semmi. Nem. nem vagyunk olyan csúnyák, hogy itt, Ki filmeket a hátuk mögött kibeszéljünk. Hát milyen az. Pedig már? erről Hiroszumi Makaguchi más mondaná, ami ki. Hát tudom, 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 nem is beszélve még Akurafi Magaúráról. Igen. Hát jó. <laughs> Na de én úgy látom, hogy itt, az éterben megjelent egy negyedik beszélgető társunk is. És macska? Egy macska? Hát, hát, nem, macska? Sziasztok! Igen. Köszöntöm a kedves hallgatókat, meg titeket is. Hú, uh, milyen szépen zeng a hangod, igazi rádiós, üze. jó kis, jó a mély. Ti tíha, hangotok után, ez felüdülés lehet a kedves hallgató. Ez így meg. van, ez így van, így van, igen. Érdekes témákról beszélgetetek, nem titok, hát hallgattam az adást eddig is, viszont azért van még egy kérdésem, kicsit visszautalva a filmre, hogy mondjuk az energiamegmaradás törvénye, Miklós, az hmm. nem mond ellent hmm. annak, hogy egy ilyen időnkívüli személy. De, hát ugye itt minden, tehát hogy az energia megmaradás törvénye az abból jön ki, hogy feltételezzük, hogy ezt konkrétan le lehet vezetni, hogy az energia megmaradás az a fizikai törvények, illetve időbeli eltolására való invarienciájának a kifejeződése. Vagyis azt jelenti, hogy, hogy végül is az energia megmaradás az lényegében abból jön ki, hogy azt mondjuk, hogy az univerzum lokális dolgoktól ha eltekintünk, de nagy léptékben a fizika törvényei nem változnak az idő múlásával. Na, és akkor vannak persze olyan fizika, fizikai törvények, amit tehát ez nem szokás fizikai törvénynek nevezni, de például az egy, szerintem ez abszolút egy fizikai törvény kéne, hogy legyen, hogy mondjuk az egész univerzumban egy adott időpillanatban mennyi anyag van. <laughs> tehát, hogy ugye? Tehát az, hogy, hogy most, okay, hogy az anyag vagy energiaforma, mindegy, de hogy valamilyen formátumban, valamilyen anyagi minőségben, kell, hogy legyen valamiféle ilyen megmaradó mennyiség, ami nyilvánvaló, hogy az összes ilyen időutazós filmben úgy tűnik, hogy sérül. Tehát ez azt jelenti, hogy már eleve az, hogy fogsz egy tárgyat és vissza-vissza a múltba, aztán még gondolom, hogy még egy, még egy, még egy példányba össze-vissza, és akkor ott... Hát akkor most mi van? Tehát, hogy egy... Hát, hogy a végtelen idő pillanatból végtelen időt az elkezd utazgatni, problémás lehet, elég hamar. Nekem egyébként tetszik az a megoldás, amit Norbi kínált, hogy tulajdonképpen nem hogy időn kívüli szeméről, hanem ilyen dimenzión kívüli szeméről mm. beszélünk, mert az azért sok mindent megmagyarázhat, viszont igen, viszont. Igen, a, a... Nem tudott volna közösülni abba a dimenzióba. Igen, te pont abból látod, hogy van egy plusz dimenzió, hogy azt kezded észrevenni, hogy nem teljesülnek a megmaradási törvények. Mint az ilyen filmekben, amikor látod, hogy megfogják a hegedűtokot, és az az anyag darab, ami az a két ember volt, aki fogta, meg a hegedűtok az ő hirtelen puty. Eltűnt. Most nyilván ez az egész akciót ez csak úgy lehet értelmezni, hogy, hogy ne sérüljenek az emlegetett megmaradási törvények, hogy azok valami másik merőleges irányban eltűntek, ami minden olyanra merőleges irány, amit mi el tudunk képzelni. És akkor lehet, hogy most ez a Robertson nevű fickó is ilyenből jön. <laughs> ez egy jó megoldás lehet. Igen. Hamarosan majd ki fogjátok beszélni jövőre ebben az évadban a Norbi által ajánlott Deja Vu című filmet Desner Washingtonnal. Már előre várom, ott a, tulajdonképpen ezt a témát lehet majd Hű. folytatni. Viszont beszélgettetek ugye itt a Saját magukat nemző élőlényekről, és uh, van, van azért még egy híres film, amiben, amiben uh, ilyet uh, nem látunk, de akár láthatnánk. Kitaláljátok-e a filmet? Elmondom, a, elmondom a, a, a szinapszisát. Egy film, amiben a nőt a gyermeke születése után brutálisan meggyilkolják. A testi fogyatékkal született gyermeket apja egyedül neveli, még a gyermeket elrabolják. Apja felkutatására indul. Uh, a világon keresztül, amely küldetésben egyetlen társa egy enyhén értelmisérült fiatal nő lesz. Kitaláljátok, hogy ez melyik Júj, film? Fúj! Én tudom, de nem mondom meg. Ez a némó nyomában. És ugye a bohóc halakról van szó, mert ugye a bohóc is jellemző, hogy nem elment volna a feleségét vagy a saját megkeresni az apuka, hanem nemet vált, és nőként mondjuk él tovább. És szerintem a halak között az sem feltétlenül hát hogy mondjam, megvetendő, hogy úgy egymással is biztosan. <laughs> nem, nem, nem vetjük meg őket ezért. Így van. Igen. Nagyon érdekes. Viszont nem beszéltetek arról, ami engem mindig érdekel egy ilyen műsorban, hogy mi volt a számotokra a legkellemetlenebb, ö, akár tudományos szempontból, akár csak a filmcselekményét szempontból egy legkellemetlenebb jelenet a filmben. Úgyhogy most kérem, fegyétek fel a lapjaitokat. Tehát nekem az, amikor úgy rájöttem, amikor kiderült, hogy mondanom kell valamit, és akkor már láttam, hogy na, akkor mondtam, hogy na basszus, itt aztán, most aztán tényleg az lesz, hogy, hogy itt valami fóliáért kiáltó téma lesz, és akkor mondtam, hogy... El is intéztétek a 18 pluszos kategóriába helyezést tulajdonképpen. Hát azt már korábban elintéztük, az egyértelmű. Tehát az már abban a pillanatban eldölt, amikor kiválasztásra került ez a kitűnő film, amúgy tök jó. Amúgy nem volt benne semmi olyasmi szerintem, ami gáz lett volna, mert annyira nem akar tudományos lenni, hogy engem elkezdjen zavarni, hogy most ez hol sérti a tudományt. Engedjük is el a tudományt, ti lefeküdnétek-e saját magatok másik ellenkező nemű változatával? A Miklós már kérdezte, hogy fölismernétek-e, nem, nem, is nem válaszoltatok arra, mert egyébként ez érdekes kérdés, Igen. hogy egyáltalán fölismernétek-e. Ugye vannak ilyen appok, amik most már átalakítanak mondjuk nővé, vagy bármi mássá. És tudjátok, hogy a Bibliában mit jelent az, hogy megismerni, ugye? Tehát, hogy Ábrám megismerte Sárát, ugye? Tehát, az a szó, bibliai értelmében, így van. Igen, igen, az e, igen, szóval, hogy akkor megismeré. Tehát megismernétek a -e Sárát, <gül> <gül> hogyha ellenkező nemű változatban. Na igen, itt az a, az a kérdés is bejön, hogy tudok róla, hogy én vagyok, vagy, vagy nem ismerem fel magamat, mielőtt megismerném magamat. Hát kérdés, hogy fel, felismernéd-e magad, de mondjuk mindkét esetben, de szerintem nyilván arra nemet mondtok, tehát tudjátok, hát, hogy ti vagytok, arra valószínűleg nemet mondtak, pedig szerintem a egy érdekes... A elmélet azt mondja, hogy biztos, hogy vannak ugyanolyan kinézetű emberek, mint te vagy, mert hogy lehetetlen, hogy mindenki máshogy nézzen ki. Ez nagy valószínűséggel van ilyen. Én csak erre gondolok, hogy azért a, a... A felismerés, tehát ugye megis, a bibliai megismerés, az nem csak a kinézeten alapul, hanem hogy kapsz -e olyan nonverbális és, és szag... Felomonok. Igen, csak hogy az, az mi, mi a feromon? Hormon. hormon. Tehát hormon, te kapsz-e olyan hormonális ö, behatást, hogy neked nemi vágyad ébredne el saját magadtól, és ezt nem tudom biztosan de, állítani. Az a, az de az, hogy ez a saját magad, az olyan izé, tehát hogyha hogyha én egy nő lennék, az nem én lennék. Tehát, hogy, hogy, ugye ott, ott borul ez a dolog, hogy, hogy igazából az van, hogy ez leginkább ahhoz tudnál hasonlítani, és szerintem ettől lenne viszonyogtatóbb, hogy igazából annyira közeli lenne, mintha tesúd lenne. Tehát ez, az, az a biológiai nem egy degradáció peti... az azért komoly probléma szerintem itt, és hát az idő az Igen. a biológiai degradációt ismeri, tehát hogy amikor egyszer visszajön, tehát a, a film esetében ott csak egyszer áll fönn a defektus mértéke, hiszen egyszer történik meg, vagy az idő kívül történik ez, és amikor újra és újra megtörténik, akkor újra és újra nő a degradáció? Szerintem utazásonként, és a tünetek is hasonlítanak ahhoz, mint a sugárbetegségi tünetek, a hány ég Tehát ez valószínűleg egy ugyanolyan dolog, mint valami, itt minden egyes utazáskor, azért van limitálva az utazások száma, mint hogy az is limitálva van egy atomerőműben dolgozó embernek, hogy hányszor mehet be dolgozni. Tehát, hogy, hogy, szerintem ez egy ugyanolyan jellegű effektus. Jó, hát akkor szerintem most már felfedhetitek a lapjaitokat, hogy mi volt a számotokra legkellemetlenebb rész a filmben, vagy legtudománytalanabb, amit tetszik. Igen, én is úgy vélem, mint Miki, tehát, hogy nem volt olyan tudománytalan benne, mert mondom, én egy részén én inkább fictionnek érzem ezt az egészet, sőt, itt az egész, amit már most alaposan átbeszéltünk, és akkor, hogyha az ő, az hó karakterének ezt a hurok, időhurgos részét ezt elfogadjuk, akkor ő ott, 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 ott pörög magának, és, és úgy el van, ami nekem kellemetlen volt, mert az ott olyan, vagy én nem tudom, de ezek, jelentek nekem bármilyen filmről is legyen szó, szóval szívem szakad meg, amikor elrabolja a szegény újszülött csecsemőt az anyja mellől, ez hát az, az olyan, olyan, tehát hogy ez még kegyetlenebb, én nem tudom. Mint megdugni magadat? Én, én, nem tudom, én ez, ez Még alapján nem dugtam magamat, a... azt én ezt Én még magam. nem, de valamiért a J és Néma volt, és a bárányok, hogy története jut eszembe, hogy, <laughs> ha te bárány lennél, akkor megdugnál egy bárányt. Atya te baribaszó. Atya tehát most ez az, hogy most nincs ez a korhatári besorolás. Ez Igen, a... ugye, most most lehet berakni azt, amit a South Park, izébe. South Park elején, hogy megtekintését semmilyen korosztályok <laughs> nem <állják. gül> Hát ez a századik De várjatok, hogy ez a századik Magatok, az Jézusom, az... ez megérte a százat? Hát igen, ez egy olyan ön önbeteljesítő profecia. Szép volt, jó volt, sziasztok, a csúcson kell abadni. Tehát az van, hogy a, hogyha, hogyha naponta az ember öt parallaxis epizódot meghallgat, akkor ugye azt 20 napig tudja tolni. Tehát az egy, egy, munka hónap. Tehát ha csak a hétköznapokon az ember leül, minden nap meghallgat öt órányi parallaxist a munkahelyén, és hétvégén tart szünetet, mert azért tényleg azért az emberi agynak azért néha kell regenerálódnia. Tehát akkor egy hónapig lehet nyomni egy ilyen intenzív terápiát, nagyon durva mennyiségű dolgot. És baromságot termeltünk le. Na várjatok, Guantanamo még... Mondtad a like it. De várjatok, de közben eszembe jutott még, hogy, hogy amit már mondtam is korábban, hogy az azért, a, a, akkor azért felállt a hátamon a ször, amikor az volt, hogy a, azért, amit már mondtam, hogy, hogy űr, nőket keresnek űrutazásra szexuális, e, e, mit tudom én, e, hogy mondtam? Eszköz. Ezt, seg, igen, köszönöm, segédeszközi funkcióra az ő, hosszú idejű űrepülésekre, hát én ezt most... Tehát egyfajta szekunder szégyen tört ki rajtam, mint egyrészt férfi, másrészt meg, hogy, hogy mi, mi, van? mi? Hogy ez tényleg egy filmrendezőnek ilyen eszébe jut. Aztán persze megtudjuk, hogy nem ez az igazi cél, de hát annál inkább durva, hogy ezt még fed, ezt fedősztorinak elfogadhatónak tartják, érted? Hogy... Tehát, hogy milyen, milyen, már ez? Tehát az, ez is olyan... Hát azt szeretnénk, hogy azért menjél fel az űrle, hogy hát néha ugye és a fiúk. Nem szabad szóval hozzányúlni a kapcsolókhoz, mert csak, de, de a fiúkra néha rájön a szükség, és akkor hát ez kész, úristen. És én szeretem az űrhajózást, érted, tehát egy... Aj, ez, ez, ez kegyetlen volt. Na, akkor megmondom, hogy nekem amúgy az a rész, ami ilyen fura volt, de az, amikor saját magát ugye megcsókolja, az fu fura rész volt, de nem az, nem az tetszett a leg... Na, nem az nem tetszett a leg... De az sem volt rossz. Nem az tetszett a legkevésbé. Na mindegy, nem tudom, most nem, nem értem magamat. Ez, ez, de egy, jól ez egy, egy, egy volt most. <kül> tehát, hogy amikor van az, hogy ott van a zárva és akkor fölriad este, és éppen a árvaház nőt répázza az orvos és ezt végig kell nézni a kiskorában. Ez szóval nekem azért volt fura, mert szerintem ez egy gyerekbe hagyhat olyan nyomot, hogy ez későbbiekbe problémákat okozhat. Ez annyira érdekes, mert Miki már kétszer szaladt ki valahova, és közben ilyen valami krétákat húz, húzkodik ki ilyen dobozból, és ezt baszkurálja folyamatosan. De hát, hogy nem is ugyanaz a Miki jön Igen, De egyébként Miki, órát tartasz közben? <laughs> nem, vagy... ne volt, kísérletet végzek, de direkt mutatom, hogy menjen tovább, aztán persze csak kikommentelik. Milyen krétákat amúgy arról nem tudok. A fülesemre gondolsz? Nem, valamiket egy kis dobozból húzkodsz ki valami krétákat folyamatosan. Dobozból? Igen, ki, ide teszed a kezeddel ilyen kis dobozt, kihúzol egy krétát, majd így haj, hajligatod, miről Én nem, az ember? Én nem láttam, de ugyanazt tudom, nem szerintem a, fü, a fü, szerintem a, fehér fü, a, fehér a fülesemre gondolhat. Nem, ha. egy kis műanyag dobozból veszel egy kidos kajakra, csak ilyen látom. Ez, ez egy az. tiktakos doboz. Ja, igen, és ez van, meg egy, egy radír. Elő. De Na. ennek nincsen jelentősége. Csak az, hogy a Géza figyelmét eltereljem. Hopp. Ha. Van, ha, ez. újra ott van, őrület. <laughs> Na, jó. Sr srácok, nemrég ö, ö, vettük fel a napokban azt az adást, amit majd december 25-én Paralax és Karácsony címmel a hallgatók elé tárunk. Valószínűleg az lesz az utolsó adás, amit a, amit a kedves hallgatók meghallgatnak, mert ö, eléggé kaotikusra sikeredett, viszont... Ö, <laughs> Ebben a pillanatban, amikor ezt a De. műsort hallgatják frissiben a kedves hallgatók, akkor még nem tartunk ott, és még nem hallhatják. És ebben a műsorban elhangzott egy quiz, és most Miklós, szeretnénk téged is tesztelni, mert te nem Na. leszel ott ebben a műsorban. Öt gyors kérdés. Az első kérdés az, hogy szerinted, szerinted magadat is beleszámolva hány tagja van a Parallaxis Univerzumnak? Tik, tak, tik, tak, tik írtak. a 12. Nem, 15. Nem kapsz pontot. Szerinted mikor csatlakozott hozzánk Kubatovics Áron? 2023-ban. És mondjuk egy ö, 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 hónapot is. Má... Ö, június. Március. július Március. Má. Március, jól kezdted. Kettőből nulla. Szerinted hány összesen ebben az évben 2023 egészét tekintve hány podcast epizód jelent, illetve jelenik meg majd a Parallaxis Univerzumban? Tehát a szokollal együtt, mindenel együtt. Szerinted hány rész, hány epizód? Indokolatlanul sok. Mondj egy. 45. <laughs> miért besülitek egy 88. Na. Szerinted melyik volt 2023 leghallgatottabb adása a Parallaxis Univerzumban? És miért? Elég a műsort eltalálnod. <laughs> Médiazabálók. Nem, kérek szépen, ez egy szokolébresztő volt, és az első öt a szokolébresztő Aha. a, a toplistában. Egyébként a Nagy Búm Nyoma az űrben című rész ja, volt ja, ez. Ja, de a Mézga, mézga Aladárost, ezt elég sokan meghallgatták amúgy, évből, nem? É, viszont ha már sokan hallgatnak minket, szerinted, kerekítve mekkora volt az összhallgatottság 2023-ban? Az összhallgatottság? Minden platformról összeadva a mindent? Puh, 25 ezer. <laughs> 165 ezer, 165 ezer. Direkt így, most, most kifejezetten arra gyúrtam, hogy nehogy egy túl magasat mondjak, mert sokkal jobb, ha alá lövöd, és akkor hú, mint ha azt mondom, hogy 3 millió, 400. -e száz, és akkor, na, no, ugye, sokkal jobb az optikája, úgy. De, de azért engem is meglepett amúgy az eredmény, amit bemondott Ádám. Hát ez csoda jó. 160 ezer az rengeteg. Neked melyik volt a kedvenc részed, akár amiben benne voltál, akár amit hallgattál? A legutóbbi évben, ugye? Nehéz ezt megmondani, uh, ahol legjobban éreztem magam? Uh, nem tudom. Vagy ahol le... hát. Vagy amit hallgatóként szerettél? Hát hallgatóként szerintem legjobban azt szerettem, amikor, amikor kibeszéltük az Apollo 18-at. A holdkörrákok támadása? Itt, itt pontosan, igen. Nem tudom. De egyébként, az, de nyilván most egyébként szokorébresztő készítőként volt egy csomó olyan fontos dolog, ami most például az Almár Ivánnal tudtam beszélgetni, ez is egy olyan dolog volt, amit évek óta nagyon vártam, hogy az avi is mindig érdekes, meg minden, szóval persze ez, ez nehéz, nehéz. És szerintem nem is szabad most nekem mondom semmit, mert ugye sok kedves ember, akivel beszéltem ilyen olyan szokolébresztőkben, azok akkor meg fognak sértődni, miért nem az volt a kedvencem, de igazából nem is is tudok válaszolni, tényleg. Szóval, ja, ezt kippelném, viszont egyébként rendkívül jókat szórakoztam egyébként például a, a, a Mész-Galladáros mész, mész adáson például, amikor a Gergővel meg a Magdival ott toltuk az izélyt. az például szerintem. Ez White Igen, igen, ez egy White volt, pontosan. Az például szerintem tök jó volt. Az is szerintem elég jól hallgatott dolog, nem? Tehát az a, az a, az a, az a White szem, a mész a az szerintem elég jól ment. Hát most meg kéne néznem nem viszonylag Miki, vég. benne voltál, úgyhogy az. Ja, persze, igen, igen, <laughs> igen, Igen, a karácsonyi bűsorunknak ezért hat a hallgatottsága, mert... <laughs> hát, mert még nem hát láttasztál. Ugye, csak, a, csak még, 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 még az a 15 ember se látta, aki benne van a paralózis. látni nem fogja ja, senki. Ezt garantálom. Okay. Csak hallani. Nagyon helyes. Ez annyira tökéletes, tudod. Hát igazából azt akartam még elmesélni nektek, hogy ugye ilyen érdekes, hogy a századik adás is most jött ki, meg ugye öt éves is a parallax is idén, és hogy akkor ez hogy van, és akkor persze hát nem annyira bonyolult, mert ez azt jelenti, hogy évente átlagosan húsz adást sikerül letermelni, ami valójában megfelel a valóságnak, hiszen Ugye például csak a paralaxis podcastot nézzük, ugye két hetente jön ki, de szokott lenni nyári szünet, tehát úgy kb. rendben is van a Matek, mert azért száz az még izé gombocból is sok, és egyébként vannak ilyen műhelytitkok, hogy az Ádám az már tavaly leírta egy táblázatba, hogy hány adás lesz összesen. Tehát itt akkora vízió van, hogy ezt nem tudjátok, hogy itt meg, itt, meg, itt azt mondja az óra, hogy tiktak, 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 mert a jó média szakember azt is tudja, hogy mekkorára kell tervezni egy dolgot. És ebből is látszik, hogy akik a Szabó Család című rádió sorozatot csinálták, ott nem voltak jó média szakembereik, mert ugye, ugye, ezt még a rákosi korszakban kezdték el, de minek, és na, milyen, ki fogják találni, hogy legyen egy Szabó Család kibeszélő podcast. Figyeljetek meg! És na igen, tehát megy a Kalambó, amúgy mennyire jó már, hogy van egy Kalambó podcast, ez is mennyire jó, ez -e csak meg egy kérdés, de hogy de, de, de azért, azért, ha valaki igazán hátkor lenne, és ráadásul ugye pont egy audioformátumban beszélni egy audioformátumról, azért a szabott család, az biztos, biztos van egy olyan <laughs> rés, <laughs> olyanra kíváncsi lenne, de én megvallom, őszintén, én egyetlen egy epizódot sem hallottam a Szabó családból. Én is csak így foszlányokat, mert nekem apukám nagyon sokat hallgatott rádiót, és ugye nekem onnan van a kinyerma is, meg minden. Néha így, tehát adtam neki esélyt, tehát néha én próbáltam hallgatni, de... Jó, de, de... Hogy, csak, hogy korrigáljuk, mert 59-ben indult, tehát ezek, én meglepődtem most ezen, hogy 59-ben indult, tehát ezek szerint valótanul állítottam, hogy a Rákosi korszakban indult, mert nem, ugye a Kádár, Kádár korszakban indult. Úgyhogy én, én bevallom hősiesen, hogy én fogalmam sincs, hogy mi ezzel, nem is hallottam, de viszont visszatérve, igen, a hosszú távú igen, paralaxis tervekre én azzal, pont azzal érveltem ellene, hogy ha mondjuk nem tudom, öt éves periódus megvan, az alatt ugye egy csomó új tartalom ki fog jönni, amit csak megint csak fel tudunk dolgozni. Tehát, hogy ez így hát nem is exponenciálisan, de azért adódnak új alkalmak új témák. Jó, de mondjuk ilyenek. beszéljük, beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen, mert ez a parallax, és nem az a parallax, ami öt évvel ezelőtt elindult, vagy ami az első részekben volt, és közben azért így a csapat is lecserélődött. Most még ugye mi itt vagyunk Miklóssal az eredeti csapatból, de mi van, ha mi sem leszünk itt, vagy már ti sem lesztek itt? Akkor ez ugyanaz a műsor lesz? Mi meg itt vagyunk, de például az Ádámnak már fáj a foga, én is egy kicsit szédülök, szóval ez már, már, már itt a leszálló hát, um, Igen, igen. Szó, melyik még történik? Kolumbusznak a hajója, hogyha mire odaértek, minden egyes csavart szegetli. Maga ja, ellen. Bocsánat, nem mi volt az, hogy igazából csak egyetlen egy ember éltetül, vagy kb. Aki, mikor megkerülték a földet, hogy már igazából alig volt Például maga, maga a kapitány se volt életben. Aztán. Na igen, igen, igen. Hát, öm, nem, De szerintem az nem eleve rossz, ha valami organikusan változik, tényleg évek, vagy mondjuk évtizedes viszonylag. Hát a Szabó Tán, hogy... is, nyilván. Mások szerepe. Mert tudom, Norbi, hogy te ezt egy új Mi Ezeket ben levő szereplőket, ha összevetjük a 2007-ben levő szereplőket. Azért barátok közben is azért a, a végkaszt az kicsit más volt, mint a kezdetek. Tehát... Igen, de egy napi sorozatban, meg akár egy rádiójátékban, bár szerintem a Szabó család ebben kivétel volt, mert itt nem volt nyilván kereskedelmi hozzáállás, de hogy az is lényeges, hogy mikor fárad el egy karakter, mikor hozták ki az írók a legtöbbet. Tehát, hogy most már érezzük, hogy Miklós karakter egy kicsit kezd elfáradni, Ja. Lassan, lassan lehet kiírjuk, vagy... Igen, igen, igen. Hát, hogy igény az volna rá, tehát azért... Igen. Én rájöttem, igen. azt kéne csinálni, hogy Miklós klónozza magát, vagy így létrehoz egy ilyen, egy ilyen predestination önmagát, és ez berakja. Aztán megdugja magát. Na hát, Na, ezt ké, javaslom jel. nektek is. <hállt> Jó, eh, ha megnyitjátok esetleg a timing táblázatunkat, akkor láthatjátok, hogy 2024-re, ugye, ami ez az évad, és majd a következő évad eleje, már be vannak tervezve a filmek. Ti melyiket vagy melyiket várjátok a legjobban? Ez annyira jó, de azt tudom, hogy lesz csodálatos elme, és én azt már évek óta mondom, hogy legyen, úgyhogy az biztos várom. Hát én a 2012-t várom, de ugye az még a nyári szünet után lesz. Hú, Truman Show is lesz, várjál. kettő már elmúlt, Géza, ne ragudj, De a Truman Show az nem parallaxisban lesz. tudom, tudom, volt. Géza a a jövőre. Lesz, jövő lesz, lesz, de viszont ez nem <gül> még <gül> volt még. De attól még hallgatni várom, hogy mit fogtok róla mondani. Már felvettük, um, tök jól lett. Lehet spoilerezni, igen, hogy Truman Show-t már az, az, már, már a masterelés, már, 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 már a szalag, már fel van véve. Aztán mi van itt? úr uh, úristen, azt nem tudom, hogy csinálja. Uh, Ilyen uh, ázsiai, ázsiai filmek is kerülnek amúgy a kínálatunkba. Jézusom. Oké. Okay. oké, okay, oké. Okay. Szerencsére. Igen. A titán, a titán időszámításunk után ezzel fogjuk a jövő évet kezdeni Paralaxis terén, téren. Amit én fogok vezetni. nem? nem. De tényleg ott van a csodálatos nem, elme nem májusban. Az jó lesz. Mert az jó lesz médiazabálók. Én azokat mindig szeretem a médiazabálós epizódokat. De figyelj, van egy külön fül. Igen, csak a Parallax és az... fült, nézzétek. Mert, akkor, ja, jó. mert ott Becsánál. tovább is látod, és akkor, akkor persze várjuk a Nobel és Ig Nobel, Nobel adást, mert már megint szénné nyerik magukat a magyarok. Ha, ha, ha. A, a Super aztán... is jó lesz. Én azt nem ismerem. Én kíváncsi vagyok most újra, mert én láttam a Super amikor kijött, és a szuper 8-at. És kíváncsi lennék, hogy most így újra nézve, mikből koppinthatott, vagy mi koppinthatott róla? De az, az egy ilyen things. Pilberg. Hát ez Stranger, de biztos van más is. A Rebel Moon nevű filmről mit kell tudni emberek? Most fog megjelenni december 22-én Netflixen. Ja. Uú, és már is tudjuk, hogy érdekes lesz. Mert elméletileg jövő októberben erről fogunk beszélni. Na jó, hát ez tök érdekes. Figyeljetek csak, azért egyszer majd a tökéletes trükköt is csináljuk meg. É, Christopher Nolan-es dolgokból igazából sosem elég. És várom már, hogy 2025-ben végre a Mátrixról is beszéljünk, mert ez annyira alap, de hát mindegy, ne szaladjunk annyira előre, 2024-ben már jó lesz a felhozatal, én látom. Én, én az Őslakó című es filmet is ö, izgatottan várom jövőre, mert szerintem ez az egyik legjobb olyan skifi, hát ami hát egyrészt ö, gombokból készült, nagyon alacsony költségvetése van, és semmi űrhajók, semmi speckó effekt, nincsen benne semmi a világon, mégis az egyik leg, lebilincselőbb ö, története rendelkező film, úgyhogy én ezt, ezt nagyon várom. Nem is leszel benne. Hát, de legalább meg fogja hallgatni a, akkor. Akkor meghallgatom. Azt legalább akkor meg tudom ha, hallgatni. Meg van. van. De jó, de jó, de jó, de jó, de jó. De jó. Igen. A Déjà igen, azt, azt akkor én mondtam, az, az Denzel, az nagyon jó lesz. Nagyon szerintem. jó film. Én most láttam nem olyan régen először, én nem ismertem ezt a filmet, és valami lenyűgözően jó, tehát. És még az ilyen régi módi filmek közé tartozik, nem az ilyen új, nagyon CGI olt látványra. És menjölöz. hogy nem ö, nem lövi le magát a film, tehát ez simán az első felét nézed, és az azt hiszed, hogy egy, egy ilyen tipik, nem is tudom, ilyen kis akció valami lesz, és utána pum! Ugye van egy, vannak ilyen filmek, amikor így nagyjából így a közepén stílust ö, vált, műfajt vált a film, és néha rosszul, de ebben az esetben szerintem ez nagyon jól sült el. Holnap határa az az Edge of Tomorrow, amivel a Tom Cruise mindig loop loop marad. Így van, így van, így van, így van. Ja, az is jó. Nos, látszok, így a végére van még egy ilyen kisi programajánló is. Január 17-én, csak addig már nem leszünk adásba a parallax és a Miklós, te beszélgetni fogsz a jövőről a jelenben méghozzá többek a litkai Gergővel, a Verespálni Gimnázium öregdiák körével. Mit lehet erről tudni? Ez egyébként nyilvános, vagy lehet, vagy bármi? Nem tudom, nem hiszem, nem tudom. Szerintem valamennyire nyilvános, mert a megkérdetése nyilvánosan kim van a Facebookon. Ugye a Verespálni Giminek, ahova jártam, van egy ilyen öreg diákokat bevonó úgynevezett teázója, VPG ház, vagy ilyesmi, ahol ilyenek korábbi sok fordultak meg már ott például, mit tudom, volt ott a Zacher Gábor például korábban, hogy, hogy csak a egy final olyan... -ben <laughs> a, ugye, a Final fantasy ben is benne volt. ugye a Final fantasy is benne volt, vagy ugye, hogy egy korábban ugye az Ádám által egy fantasztikus punk rock betétben is megzenésített embert is emlegetjünk, akit most ide be lehet vágni, ez az a pont. Tehát Györfi Pál, is korábban, aki szintén verespán volt, ő, ő maga is ugye tiszteletét tette, és most az a megtiszteltetésért, hogy rájöttek, hogy én is vagyok. És akkor a kakutójás a Litkai Gergő, aki viszont ugye az ötvösbe járt, ami nem a verespálné, hanem az ősellenség konkurens gimnázium. De hát mindegy, ott van, pár utcával arrébb, Ugye ő, ő a Starbox a nagy összecsapás vince Litkai. Hamarosan a Verespálnép hal. Így van, na ez, ez pontosan. Ennyit tudok elmondani erről az egészről, és január 17-én lesz, ha jól tudom. És nyilván van ennek valamilyen adománygyűjtő jelentősége, mert hogy nyilván ott a, az iskolánkért alapítványnak lehet ott mindenfélét vadakozni, én úgy gondolom. De akit érdekelnek a részletek, az megtalálja az internet erejével, a Verespálné Gimnázium öregdiák köré című szerintem nyilvánosan kívülről is látható Facebook csoportban a részleteket. Itt meg még idén lesz olyan, hogy jön az új szomszédok podcastünk, a Lantos utca 8, meg aztán az emlegetett Parallax és Karácsony, lesz még egy szokolébresztő és egy szilveszteri retrozabálók is. Aztán jövőre, vagyis 2024-ben, sütörtökönként és péntekenként jelentkezünk, nem lesz uh, Parallax is, majd csak februárban térünk vele vissza, ahogy uh, Norbi is mondta, a, a Titán AE -A időszámításunk után, vagy AI, eh, ahogy tetszik című filmmel, egy nagyon jó kis rajzfilm, egy kicsit elfeledett rajzfilm, de hát a 101. adás mi is lehetne, mint az időszámításunk után, és eh, médiaszabálókkal kezdjük majd az évet. Ö, január 4-én, és a emlegetett Truman Show kibeszélésével, Áronnal yeah. és Norbival. Marad bennetek valami erre az évre vonatkozólag? Minden hallgatóknak kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánunk, vigyázzatok magatokra, és hát mit, mi más mondhatnék, mint hogy hallgassatok sok-sok paralaxis podcastot. Számból vetted ki a szót, hú, annyira jól, tényleg olvasol a gondolataimban. Lehet, hogy egy át, át, átplasztikázott jövőbeli jöv magam, vagy, amint visszautaztál 2076-ból. a <sínt> férfi, és melyikünk a nő. Jaj, ne! Nem, nem, nem. nem, nem Géza, kimaradunk, jó? Már igen, én is most már így, amikor elkezd kacsingatni mikor saját magára a jövőben, akkor ez beigazolódik, hogy lesz mégis kibeszélő partnerünk. De én csak annyit mondanék az embereknek, hogy ezt ne felejtsék el, hogy ez az igazság odakint van. Ú, igen. Nekem is ki kell találnom valami ilyet. Igen, neked nincsen, pedig van saját műsorod, de nincs catchphrase Csak az, neked beköszönésed van amúgy. Beköszönésem és kiköszönésem van. Igen, de hát most mégsem mondhatok azt, hogy jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok. De hát miért nem mondhatnám? Ez lesz. <laughs> majd jövőre 2024-es fogadalom, hogy kitalálok. Én majd nagyon a jót frankpás. találtam ki. Azt kéne no. mondani, mert én visszatoktam hallgatni, hogy ezennel is nagyon szép napot kívánok a jövőbeni önmagamnak. magamnak. És milyen jó, mert fogom hallgatni. Érzem, szivárog vissza valami info, és érzem, hogy annyi baromságot mondtam, amit nem kellett volna, és hogy ennek még meg lesz a bőtje, és érzem azt a nyomasztó infonokat, amely hipotetikus részecske, ami információkat hordoz, infonokat, ahogy itt jönnek vissza, és besötétítik a jelent. Na, szörnyű. De most már mindegy. Predestinálva vagyunk erre. Most már, hogy ez megjelenjen, mondjuk esetleg a vágók még javíthatnak valamit a helyzetem. De nem fognak. De nem fognak, ugye? Hát nem fognak. Hát azért 15 emberben nem fér bele még. Annyi, hogy még 4 5 ott nyisszantó ollókkal még dolgoznak. Tehát nem úgy van az? Hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjünk uh, a kedves hallgatóktól, elnézést kérjünk a mai adásért, elnézést kérjünk az egész évért, Szerbult. és reményünket fejezzük ki az irányába, hogy jövőre is velünk tartotok, mind a parallax mind a többi műsorunkkal. További kellemes podcast-hallgatást kívánok mindenkinek, nagyon boldog karácsonyt, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, vagy mégis. Sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.